Gallup már a 90-es évek óta végez különféle munkaügyekkel kapcsolatos nemzetközi szinten is felméréseket, és az elmúlt napokban tette közzé a 2022-es adatait, amelyből kiderül, hogy az emberek 80%-a gyakorlatilag utálja a munkahelyét, és rekordot döntött azoknak a száma is, akik jelentős stresszforrásként gondolnak munkahelyükre, ez 44%, és mintegy 20% nyilatkozott csak úgy, hogy nagyjából kényelmesen meg tud élni a fizetéséből. Ismerjük jól a magyarországi viszonyokat, pontosan tudjuk, hogy ezek a számok mit jelentenek, és hogyha abból indulunk ki, hogy a dolgozó magyar emberek aktív idejük nagy részét a munkahelyükön töltik, ahol ugye bármint ismert nem lelik örömüket a munkában, stresszforrásként tekintenek rá, amely kiégéshez vezet, és még a fizetés is olyan, hogy nem elegendő, akkor sajnos egyenes út egy olyan társadalom felé, amely mind fizikailag, mind mentálisan rossz állapotban van, és sajnos a magyar társadalom ilyen állapotban van jelen pillanatban. De nem is kizárólag a pénzről van szó, bár a tisztességes fizetések alapnak kellene, hogy legyenek, hanem a probléma gyökere sokkal mélyebben van. Ugyebár itt említettük a különféle problémákat, a gyenge fizetések, a rossz körülmények, ebből kifolyólag stressz és kiégés, és a gyenge szakszervezetiség, amit meg kell említeni mindenképpen. A dolgozói érdekképviselet a padlón van jelenleg, és a probléma legmélyebb gyökere viszont ott van, hogy például a kormány is a globális kapitalizmus kiszolgálója, mely ideológia rideg, lelketlen és kizárólag profitközpontú, ebből következnek igazság szerint legmélyében a magyar dolgozók problémája. Itt kellene egy 180 fokos fordulatot elkezdeni, ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy ez a komplex problémakör legyen a közbeszéd része, ezért folytatjuk munkaügyi országjárásunkat is, amelynek következő állomása egyébként ebben a hónapban még Kecskeméten lesz. És itt aktív párbeszédet folytatunk a magyar dolgozókkal, meghallgatjuk a javaslataikat, mert mi a globális kapitalista szemlélettel szemben egy organikus társadalmat, egy valódi munkaalapú társadalmat szeretnénk megvalósítani, ahol a munkának van becsülete, ahol abban örömüket lelik az emberek, és ahol erkölcsileg és anyagilag is megbecsülik a magyar dolgozókat. Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.